Célegyenesbe fordultak a várhatóan májusban nyíló soroksári IKEA áruház építkezésének munkálatai, és erről is szó volt a 28 országban 340 áruházat működtető cég évértékelő tájékoztatóján. Az üzleti ügyekről később lesz szó. Mindenek előtt halljuk, hogy mi újságban Soroksáron. Fantasztikus hírem van, 2 nappal ezelőtt felkerültek az IKEA betűje a homlokzatra, úgyhogy a külső szerkezet most már 100%-ban elkészült. A mérföldkőnek számító soroksári fejleményről az IKEA saját videójában is láthatók részletek. A munkálatok dandárja tehát az épületen belül történik már, ezek részleteiről is Szabó Ágnes beszélt. Január óta folyik a belső kialakítás, úgyhogy nagyon sok IKEA-s kollega dolgozik azon, hogy a polcok feltöltődjenek áruval, össze legyen szerelve az összes bútor, ami majd a bemutató térben található. Úgyhogy rengeteg folyamat zajlik párhuzamosan jelenleg az áruházban. Ez az IKEA áruház más lesz, mint amit megszoktunk a létező kettőnél itt Magyarországon? Hát sok dologban fog különbözni, mert egyik példa, hogy lesz egy 1100 négyzetméteres üvegház például, ami nincs Magyarországon jelenleg, ahol szezonális termékeket mutatunk be, illetve növények lesznek ezen a területen. Ez egy fantasztikus üvegfallal körbevett terület lesz a piac téren. Lesz külső játszótér a gyerekeknek, amit soroksári óvodások és kisiskolások terveztek. Na ez hogy történt? Ez úgy történt, hogy meghívtunk óvodákat, iskolákat, akiknek volt kedve ebben az eseményben részt venni, és a ideiglenes konténerirodánkban meghívtuk őket, és ott Mikuláskor egy jó kis eseménnyel készültünk, ahol ők meg tudták rajzolni, hogy ők hogy képzelik el az álom játszóteret, úgyhogy ezek alapján, a rajzok alapján kialakultunk egy nagyon klasszikus külső játszóteret, ami egyedülálló Magyarországon szintén. Annak, aki egy ilyen helyre megy vásárolni, ott abban az egész térségben általában nem gond a parkolás. Az IKEA is a tervek szerint nagy teret óhajtott biztosítani, ez bejött? Igen, több mint 1100 parkolóhelyet biztosítunk, amiből 100 parkolóhelyenként 2 elektromos töltő is lesz a parkoló területén, illetve aki nem autóval, hanem biciklivel érkezik, nekik is biztosítunk kerékpárállomást. Hogy zajlik a munkatársak képzése? Mert ugye azt tudjuk, erről beszámoltunk korábban, hogy különböző rostákon már jó néhányan átestek. Igen, hát itt szeretnék köszöntet mondani a két áruháznak, a budapesti, illetve a budaörsi áruháznak, mert ők fogadják a leendő soroksári kollégákat, és ők segítenek a betanításukban. Úgyhogy az új kollégák a két jelenlegi áruházban töltik az első pár hetet, hónapot, és ott tanulják meg a munkafolyamatokat, és természetesen most már nagyon sokan át visszajöttek Soroksára, és a belső kialakításon dolgoznak. Mi a tervezett nyitási időszak, mert tudom, hogy nehéz napot mondani. Igen, nagyon-nagyon sok munkafolyamat zajlik, és vannak belső-külső tényezők, ami miatt nem szeretnénk még a pontos dátumot kommunikálni. Májusra várható, 2017 május, úgyhogy mindjárt itt van, és reméljük, hogy
hogy minél hamarabb meg tudjuk nyitni az új áruházat Soroksáron. A már felvett munkatársak mellé még keresnek másokat is? Igen, már csak nem 220-al leszünk a hónap végére, február végére, és még keresünk egy picit több, mint 60 embert az áruházba. Igen. Milyen munkakörökre? A legnagyobb kihívást jelenleg az éttermi területek munkatársai jelentenek, oda várunk sok jelentkezőt, illetve eladókat keresünk még, logisztika területére keresünk még feltöltő munkatársakat. A cégen belül Magyarország, Szlovákia és Csehország regionális egység, amelynek vezetőjétől tudakoltam, hogy számukra mit jelent a soroksári IKEA. I think a Soroksár story is basically fulfilling our dreams. Nyugodtan mondhatom, hogy a soroksári áruház beteljesíti az álmainkat, hiszen a térségben legutóbb Prágában az én vezetésemmel nyílt áruház 2004-ben. Ez ugye már 13 esztendő. Időközben is fejlesztjük az üzletet, igyekszünk közelebb kerülni a fogyasztókhoz, de az is igaz, hogy a mi koncepciónkhoz meghatározott áruháztípus illeszkedik, és még a legkisebb esetében is igaz, hogy kis piacokra nem való. Egy kis piacot tehát nem könnyű egy nagy áruházzal kiszolgálni. Prágához hasonlóan Budapest nagy piac, és ezért gondoltuk, hogy alkalmas új áruház nyitására. Szerencsére sok-sok munkatársunk együttműködésével sikerült megszerezni az összes engedélyt, és a cégen belül is elfogadták a 17 milliárd forintos beruházás terveit. Ez az egész régió számára kiemelkedő jelentőségű, és ismét mondom, hogy 13 év után áruházat nyitni nagy dolog. Történik ez Magyarországon, Budapesten, olyan piacon, amelyen növekszünk, és ez jelzi a fogyasztók viszonyát hozzánk. Ráadásul itt az új, a fenntarthatóság jegyében fejlesztett technológiákat tudjuk alkalmazni, és olyan vadonatúj megoldások is lesznek, mint például a teljesen egyedi növényi melegház az áruházon belül. A fogyasztói élményt is tudjuk javítani, hiszen a fogyasztók nem csupán vásárolni akarnak, hanem örülnek, ha közben jól érzik magukat. A térségben tehát ez mindannyiunknak remek dolog, és hadd hangsúlyozzam, hogy globálisan tavaly tucatnyi áruházat nyitottunk, tehát nem százával születnek az új beruházások, így az egész IKEA számára komoly új fejlemény a soroksári áruház, mondta Marek Feltl. I mean, it's a great contribution to the development of the business. Marek, IKEA-hez. Marek, remek üzleti eredményekről számoltatok be. Hogyan alkalmazkodik a cég kínálata a változó fogyasztói igényekhez, kérdeztem. A válasz tehát itt következik. Alig, hanem a cég alapcéljával kezdem a választ, mondta Marek Feltl, hiszen az nem más, mint sok ember mindennapi életét jobbá tenni. A mindennap pedig azt jelenti, hogy mivel minden folyamatosan változik, nekünk is figyelnünk kell a változásokat a helyi piacokon. Mi ugyebár globális cég vagyunk, 10 000 terméket forgalmazunk, tehát meghatározzuk, hogy az egyes piacokra éppen mit ajánlunk. Követjük a trendeket. Ismernünk kell, hogy az emberek mit tudnak megvenni, mire van pénzük, milyen otthonokban élnek, mire törekszenek, miről álmodoznak. Természetesen nyomon követjük a trendeket a lakásépítési, házépítési piacon, és nyilván alapvető iránytű számunkra a kereslet, hogy tudnélik, mit vásárolnak az emberek, milyen dizájn, milyen méretek a kellendőek. A fantasztikus IKEA családtagok, klubtagok kiváló ösztönzést adnak nekünk a visszajelzéseikkel arra, hogyan javítsuk a kínálatot. Ezen kívül tudatosan kiválasztunk olyan otthonokat, amelyeket tapasztalatszerzés miatt meglátogathatunk. Manapság azt látjuk, hogy sokan egyedi megoldásokat, egyre jobb minőségű termékeket keresnek, és fontosak nekik a tartósági szempontok is, sok mindent nyilván nem egy esztendőre vesznek nálunk. Az egyéni megoldásokhoz mi ezért moduláris termékeket ajánlunk, vegyük például a konyháinkat, vagy a nappalikat, vagy a hálószobák tároló egységeit, ezekből tényleg egyedi megoldásokat lehet kialakítani. Mindeközben évente 2500 terméket újabbakkal váltunk fel, ezzel is élénkséget és egyediséget kombinálunk a kínálatunkban. Van ezen kívül a korlátozott darabszámú kínálatunk, amely egy-egy esetben 6 hétig tart.
Ehhez világszerte dolgozó tervezőket is igénybe veszünk. Megpróbáljuk érzékeltetni, hogyan követhetik az emberek kisebb változásokkal a szezonok változásait. Tehát valahogy így próbálunk egy globális kínálaton belül helyi trendekhez igazodó kínálattal jelen lenni. Ezek után arra kértem, hogy mondjon egy-két konkrét példát arra, mi volt kiemelkedő történet ebben a folyamatos választékváltozásban. Nos, 2-3 évvel ezelőtt teljesen kicseréltük a kínált konyháinkat. A korábbiakhoz képest sokkal több változatot lehet összeállítani, különböző mélységű, magasságú fiók vagy szekrényelemekből. Ezt szupermodulárisnak nevezhetném. Hasonló irányba mozdultunk a szekrényekkel, hálószobákkal is. Még az ajtók és egyéb elemek színei is kombinálhatók. A limitált kollekciók is nagyon izgalmasak, mert mondjuk Indiából vagy Indonéziából valók, vagy elkezdtük használni a parafát vagy bambuszt, mint anyagot. Ezek olyan dolgok, amelyek egy kicsit izgalmasabbá, élőbbé teszik az otthonformálást, és persze a mi munkánkat is, mondta Marek Feltol. Soroksáron tehát javában készül az új áruház, közben pedig egy elkereskedelmi üzletág első szakasza is megjelenik, egyelőre a budaörsi IKEA bevonásával. Marek is említett, hogy a 2017-es év alapvetően arról szól, hogy szeretnénk közelebb lenni az emberekhez. Legyen szó egy új áruházról, legyen szó arról, hogy elindítunk egy elkereskedelmet. Tulajdonképpen a hagyományos és a digitális csatornáknak az integrálása van a fókuszban. Ez azt jelenti, hogy a lakberendezési megoldásaink nem csak az áruházakban, hanem online is elérhetőek lesznek, és ennek az első lépése az az, hogy a budaörsi áruház tesztáruházként elindítja a Click & Collect szolgáltatását, azaz az online rendelés áruházi átvétele szolgáltatását.